Buenos dias, én továbbra is Naiko vagyok, és ez itt a következő Minecraft verziónk, ami nem más, mint a pre-release 009A, még mindig. Azon belül pedig már az RD 161348-as 48-as verzió változat, kinek hogyan tetszik. Ami feltűnik rögtön elsőre, hogy egy kicsikét visszaléptünk, mivel most megint nem Full HD a felbontás, vagyis újra kis ablakban kell játszani. De viszont a játékba bekerült két dolog is, ami jelenleg nem kézzel fogható. Az úgy, mint a láva és a víz textúra. Még nincsen benne a játékban ez a kettő blokk, vagy folyadék, kinek hogy tetszik. Mivel csak a textúra került be. Ami még változás lehet, az nem más, mint a sapling. Hivatalosan most került be a játékba a sapling, de mi már tudjuk, hogy ez már előzőleg is megtalálható volt a játékban, úgyhogy ezzel minket nem vernek át. Következő változás az a fa blokkot érinti, wooden plankset. A kinézete elméletileg változott. Elméletileg sötétebb lett, de ezt csak úgy tudnám megmondani, ha a régit is itt látnám mellette, de ha sötétebb, akkor legyen sötétebb. Szóval a textúra változott. Más változás itt hirtelen annyi, hogy semmi. Amit még el kell mondani, hogy az eddig bemutatott verziók, ezek mind pre-release, vagyis pre-classic családba tartozott. Azon belül is az alfák közé. És ami még változott, az a terepgenerálás. Most már sokkal nagyobbak a hegyek, amit még igazságból ezek még csak kis dombok, de az előző verziókhoz képest azért már sokkal szembetűnőbb a változás. Jó. Szóval ebben a verzióban ennyi történt, ennyi változás történt, nem sok minden. Majd a következő verzióban lesz egy kisebb. Név szerinti ugrás, ami már nem pre-classic családba fog tartozni, hanem a prior updates-ek közé. Jó, addig is köszönöm a figyelmet, sziasztok!